És ahogy azt már láthatták itt a promó táblánkon is, Baranya István sportpszichológus, UEFA Pro testnevelő tanár és szakedző itt van már velünk a stúdióban. Jó reggelt kívánok, köszöntöm. A témák pedig nem más, mint az az egyébként Milák Kristóf körüli, nem tudom, hogy fogalmazhatok-e így, botrány, ami most nagyon foglalkoztatja a szurkolókat, a sportszeretőket és a szakmát is egyértelműen. Viszonylag ritka az, hogy egy élsportoló egyéni döntése, motivációja, aktualitása az ennyire foglalkoztassa a közt, és akár még véleményt is formáljanak ebben. Mi a helyzet most Kristóffal, mert hogy a szakma egy picit, mintha ellene nyilatkozna, miközben ő egyszerűen most úgy érzi, hogy nem áll készen arra, hogy azt a teljesítményt tudja hozni, ami vele már egyszer megtörtént, és vélhetően elvárható lenne tőle a jövőben is. Jó reggelt kívánok! Hát érdekes a szituáció. Én azt gondolom, hogy nem mondhatnám egyedinek, van erre a világon természetesen példa. Azt, hogy ne felejtsük el, hogy egy élsport, ez egy óriási kihívás mindenki számára, és itt különböző érdekek is vannak, bár a cél egy lehet, hogy ez eredmény legyen. A kőkemény sportvilágba győzni akar, győzni tudó és győzni képes sportolót választanak ki, ez a szakszövetségnek az érdeke. Különösen Milák Kristófról beszélünk, aki olimpiai bajnok, háromszoros Európa-bajnok, hatszoros világbajnok és számos utánpótlás világbajnoksággal rendelkezik, tehát azt gondolom, hogy komoly múltja van, és ha jól számolok, akkor 15-16 éve úszik, 21 éves a Kristóf, tehát azt gondolom, hogy egy rendkívüli nagy tehetségről és talentumról beszélünk, és viszont szerencsés helyzetben vagyok én is, mert a magyar riválisával, most a nevet nem mondanám, én foglalkoztam sportpszichológusként, és ott tized, század másodpercek volt a tét, hogy mit tudunk emelni. Az a pszichológia alanyom azt mondta nekem, hogy Milák Kristóf verhetetlen, olyan talentummal áldotta meg a teremtő, olyan tehetséggel, hogy ezt nem lehet überelni semmilyen szempontból. Már ha rendes edzésmunkát végez, amit ugye egy fél éve nagyjából megszakított, ilyen pszichés, motivációs problémákra hivatkozva, hogy pihenésre van szükség. Egyébként érthető, hiába 21 éves az ember, elég sok minden, ahogy mondta, 15 év alatt elég sok minden átment már, és tulajdonképpen két olimpia közötti időszakban ez még akár bele is férhet. Ezt annak idején nem is feltétlenül kifogásolta a vezetés. Most azonban az igazi probléma, az igazi botrány abból robbant ki, hogy a vezetés részéről elhangzottan számon kérésként is egy olyan megjegyzés, hogy hát ő tartozik tulajdonképpen a magyar sportnak még a tehetsége révén. Nem mondták így ki, de néhány olimpiai bajnoki címet még várhatunk tőle. Erre jött aztán hosszú Katinka reakció, aki megvédte sporttársát azzal, hogy hát ő nem tartozik semmivel. Hát ez most, mert hogy már ugye egy olimpiai bajnoki címet nyert, meg 3 EB-t is, tehát ez egy sikeres pályafutás lehet mondani, de azért hol van az igazság? Tehát pihenésre szüksége van nyilván egy olimpiai bajnoknak is. Az a kérdés, hogy most a 24-es Párizsi olimpiai hátralévő időszak elegendő lesz-e ahhoz, hogy a felkészülése folytán, hogyha folyamatosan dolgozik, akkor odaérhesse a csúcsa megint. Ha foglalkoznék Milák Kristóffal, mint sportpszichológus, akkor mindig a hátterét nézném meg, hogy milyennek az oka. Egy komoly tím vesz körül egy élsportolót, egy olimpiai bajnokot. Ebben biztos vagyok, hogy ennek a problémának voltak, és vannak előjelei. Ezt észre kellett volna venni a szakvezetésnek, úgy az egyesületbe, mint a szövetségbe. A szülői háttérben, a magánéletében valóban vannak a sportnak mélypontjai. Gondoljuk végig, hogy ez egy ciklikus sportág. Különösebb kihívás nincs az edzésen, legfeljebb saját magával tud versenyezni, úgyhogy ez egy monotóniát jelent. Létrejöhet egy kiégés. Létrejöhet egy olyan probléma, amiben nem lát kiutat, és valljuk be őszintén, hogy napokat, órákat, heteket, éveket edzeni nem egy egyszerű dolog, főleg egy 21 éves fiatalnak, akinek szüksége van a magánéletre, a kikapcsolódásra is. Hát éppen azért nagyon fontos kérdés, vagy nézőpont lehet az, hogy nem éppen egy felelősségteljes, nagyon tudatos döntés is az Kristóf részéről, hogy ő azt mondja, hogy most éppen nem áll arra készen, hogy ugyanezt, vagy legalább hasonló eredményt képes legyen hozni? Nem lenne probléma, hogyha nem 8 hónap múlva kezdődne a Párizsi olimpia, ez egy különleges dolog, tehát az Európa-bajnokságok, a világkupák, a világversenyek is nagyon fontosak, de az olimpia az egy pótolhatatlan, és ha megnézzük a magyar éremtáblázatot, akkor az úszók mindig is hoztak valami eredményt, és főleg az aranyérmet, ez is egy lényeges dolog.
de hát akik körülveszik Kristófot, Sósúr vagy Vladárul, azért nem akárkikről beszélünk, tehát ők élsportolók voltak. Ők is bizonyítottak. Bizonyítottak, ismerik ezt a világot teljesen természetesen. Elfáradt ez a fiatalember, én azt gondolom, kell neki egy új kihívás, és hát egy olimpiai érme van, én azt gondolom, jóval több van benne, és lesz is, hogy ki fogja hagyni az olimpiát, vagy nem fogja, nem tudom, én tartok tőle, hogy problémák lesznek. Ez a 8 hónap felkészülés, ez rövidnek tűnik, bár ez egy szakmai kihívás, inkább a mentális képességek, a belső intrinzik motiváció, amit hiányolok belőle, hiába talentum, hiába élsportoló, komoly edzésmunka nélkül ez nem igazán. Olyan kellő motiváció lehet az ilyenfajta vezetői magatartása, vagy megnyilatkozása, amit ugye Hosszú Katinka is kifogásolt. Tehát, hogy mint egy nyomásgyakorlásként vetődik fel, hogy neki felelősségre tartozna a magyar sportnak azzal, hogy az olimpián is tisztességesen szerepeljen. Milák Kristóf senkinek nem tartozik. Milák Kristóf a teremtőnek tartozik, hogy megáldotta ilyen tehetséggel. A szüleinek tartozik, hogy tulajdonképpen világra jött, és az edzőjének, az utánpótlás edzőjének, hogy foglalkoztak vele. Saját magával kell ezt a problémát elrendezni. Az egy csodálatos érzés magyar állampolgárnak, hogy vannak ilyen versenyzőink, és dicsőséget hoz az országnak, ezt meg kell süvegelni, meg kell kalapolni, senkinek nem tartozik, saját magának tartozik elszámolással. Én látok és érzek benne, talán nem a párizsi olimpián, de azt követően egy olyan ilyen felfelé ívelő hullámot, hogy ő még sok-sok örömet és dicsőséget fog hozni. Bízunk benne, hogy így lesz. Hát még fiatal emberről van szó, 21 éves előtt a jövő. Köszönjük szépen, hogy elmondta a szakvéleményét. Köszönjük szépen, hogy itt voltam.